Itt a Barátság utcában valósul meg hamarosan a Generációk Parkja. Minden korosztályra gondoltak a városvezetők a projekt létrehozásakor. A játszótereken megszokott elemek mellett egy óriás csúszda, ugróiskola, mezitlábas sétány várja a mozogni vágyó gyerekeket. A felnőttek pedig fitness eszközökön tornázhatnak, az idősebbek fedett helyen pihenhetnek meg. A parkban ezentúl helyet kap egy mosdó és egy perenkázó is, továbbá fákat, cseréket ültetnek, mondta el a kivitelezésért felelős cég vezetője. 3300-3500 négyzetméter lesz felújítva, ugyebár azt azért tudni kell, aki esetleg nem tudja, hogy itt egy nagyon öreg, elavult, már veszélyes játszótér volt, és ehelyett készül ez az új minden generáció számára. Ács Rezső Szekszárd polgármestere elmondta, a Generációk Parkját már 2018 óta tervezik megvalósítani. Azóta 4 lakossági fórumot tartottak, és az ott elhangzott ötleteket, véleményeket figyelembe vették a park tervezésekor, a játékok eszközök kiválasztásakor. Többek között ezért alakítanak ki 26 parkoló helyet is a park melletti területen, és fedik le az árkot. A városvezető beszélt a beruházáshoz szükséges forrásról is. Kifejtette, a projekt 2020-ban nyert zöld utat, a megvalósításához szükséges önerő biztosításáról az ilyen Szekszárd képviselőiből álló gazdasági és városfejlesztési bizottság döntött, és a közgyűlés is rábólintott a Generációk Parkjának megépítésére. A végső döntést 2020-ban az új gazdasági bizottság hozta meg, pont annak kapcsán, hogy hiányzott 8,6 millió forint még a kivitelezéshez. 3 forrásból jött össze a pénz, mint egy 140 millió forintba kerülő teljes beruházás. Egyrészt a TOB-ból nyertünk erre forrásokat, Süli János miniszter úrnak köszönhetjük a támogatást, hiszen ő is segített a projekt megvalósításában, és az önkormányzat költségvetéséből kellett a 8,6 millió forintot biztosítani. A Generációk Parkja várhatóan őszre készül el. A projekt keretében Szülőhegyen is építenek egy játszóteret.